Január 26-án tartotta meg első idei soros ülését Püspökladány város önkormányzatának képviselőtestülete. Az ülésen született határozatokról Keserű László jegyző számolt be televíziónknak. A főnapi rendi pontok között a Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. 2023 évi üzleti terve került megtárgyalásra, a képviselőtestület elfogadta a tervet, mínusz 31 millió forint adózott eredménnyel. Szintén főnapi rendi pontok között szerepelt a Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2023 évi üzleti terve. A képviselőtestület ezt a tervet is elfogadta, a Kft. Ügyvezetéseit 400 ezer forint adózás előtti eredménnyel számol. Szintén az Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.-hez kötődik, hogy a könyvvizsgálójuk megbízása lejárt, ezért a képviselőtestületnek, mint tulajdonosnak újra a könyvvizsgálót kellett választania, a bekért árajánlatok alapján a legkedvezőbb ajánlat került elfogadásra. Vancsa Mária egyéni vállalkozó lett a Kft. Könyvvizsgálója, aki eddig is ezt a tevékenységet látta el, 2027. május 31-ig szól a megbízatása. 2022. októberében, amikor a képviselőtestület energetikai megtakarításokkal kapcsolatos döntéseket hozott, szerepelt a pontok között egy olyan tétel, hogy felül kell vizsgálni a bizottságák számát, a összetételét, illetve a tiszteletdíjak mértékét. Most egy előterjesztés került a képviselőtestület elé, amely lényegében egy jogi anyagot tartalmazott a bizottságok megválasztásával, összetételével kapcsolatosan a jelenlegi tiszteletdíjak mértékével. A elhangzott vélemények alapján a képviselőtestület ezt az előterjesztést tudomásul vette, de konkrét módosító indítvány a bizottságok változására vonatkozóan nem történt meg. Itt többen arra is figyelemmel voltak, hogy közel egy év múlva már helyhatósági választások lesznek 2024 tavaszán, és ezért nem tartják indokoltnak erre az időszakra belenyúlni a bizottsági összetételekbe és a tiszteletdíj mértékébe. A temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló helyi rendelet módosult két aspektusból. Egyik egy jogszabály szerkesztési változás volt, ami igazából érdemi változást a temető üzemeltetésével, működésével kapcsolatosan nem eredményezett. A másik pedig a Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft., mint temető üzemeltető tett egy kezdeményezést, egy közel 15%-os temető üzemeltetési díjak módosítására. Ezt a képviselőtestület elfogadta, ezek az új díjtételek március 1-től fognak hatályba lépni. Egyébként a törvény kimondja, hogy a temető díjakat minden évben felül kell vizsgálni. Ez legutóbb tavaly meg is történt nyáron, azt megelőzően viszont 2015 áprilisában volt legutóbb díjemelés. Egyes önkormányzati rendeletek kerültek módosításra. Ennek az az oka, hogy a öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege szövegrész, ami eddig szerepelt a szociális jellegű ellátásoknál, ez most megváltozik, új elnevezés kapott, szociális vetítési alap az elnevezése ennek a jogi kifejezésnek, ezt kellett átvezetni azokban a rendeletekben, amelyeken a korábbi kifejezést alkalmaztuk, illetve mivel a megyék január 1-től vármegyékként vannak nevesítve, ezért azokat a rendeleteket is, ahol Hajdú-Bihar megye kifejezés szerepelt, át kellett módosítani vármegyére. A Püspökladányi Tájékoztató Központ elmúlt időszakban telephelyéül megkapta a Gárdonyi Géza 2 szám alatti közösségi házat üzemeltetésre. Ez átvezetésre került az alapító okiratban is, és most a képviselőtestület, mint tulajdonos, mint fenntartó, a elmúlt októberi döntéseihez hasonlóan itt is elrendelte a telephely szüneteltetését a fűtési időszak végéig.
Általános iskolai beiskolázási körzetek kerültek véleményezésre, itt a képviselőtestületnek már döntési szerepe nincs, hiszen az iskolákat nem az önkormányzat üzemelteti, véleményét fejtette ki a körzetekre vonatkozóan. Az elmúlt évben egy pénzügyi bizottsági kezdeményezésre a képviselőtestület elfogadta azt, hogy kerüljön bemutatásra jogi és pénzügyi szempontból a társulásból történő kiválás lehetősége. Tudjuk azt, hogy önkormányzatunk a Segítő Kezek Intézmény fenntartó társulás egyik tagja. Ez a társulás 5 önkormányzatot érint, és elkészült egy szakmai anyag, amely egyrészt a kiválás jogi hátterét, jogi menetrendjét mutatta be, a másik pedig a most jelenleg rendelkezésünkre álló költségvetéssel és egyéb más pénzügyi kihatásokkal járó pénzügyi számítási dolgokat mutatta be. A képviselőtestület ezt a tájékoztatót tudomásul vette, azzal a kiegészítéssel, hogy március hónapra ez kerüljön vissza a képviselőtestület elé, vélhetően akkor már több információ fog az önkormányzat rendelkezésre állni, elsősorban a pénzügyi információkra gondolok, hiszen az önkormányzatnak is lesz egy elfogadott költségvetése, és állami országos szinten is vélhetően az addigi költségvetéssel kapcsolatos módosítások, a vonatkozó rendelkezések meg fognak jelenni, tehát ez újra tárgyalásra fog kerülni. A gyermek étkeztetés biztosító helyi rendelet került a ülés végén módosításra. Itt a bölcsödés gyermekeknek a térítési díja forint per nap összegeket fogok mondani, 480 forint, az óvodás gyermekeké 500 forint, az iskolás 7 és 10 éves életkorú gyermekeké 640 forint, az iskolás 11 és 14 éves fiatalkorú gyermekeké 700 forint, kollégium iskolás étkező 15 év feletti 1035 forint, és a kollégium iskolás étkező 15 év fölötti 1210 forint. Ezeket a díjakat fogadta el a képviselőtestület, majd a ülés végén önkormányzati bérlakásügyben, hatóságügyben, zárt ülésben született döntés.